Köszöntöm nézőinket, a Pannon Televízió, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, valamint az Enterprise Europe Network pécsi irodájának gazdasági magazinját látják. Rekordszámban jelentkeztek mesterképzésre a villanyszerelők Pécsen. Ősszel 15-en vállalkoztak megszerezni az oklevelet. Korábban jellemzően 7-8 mesterjelölt iratkozott be ezekre a felkészítő tanfolyamokra, tudtuk meg a gyakorlati vizsgán. A képzést és a vizsgáztatást a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében valósították meg. A gyakorlati feladat megoldásán dolgozik Tóth Péter villanyszerelő. A mesteroklevelet akarja megszerezni, amihez egy fél éves felkészítő tanfolyamot végzett el. Ez pedig már a vizsganapja, mindez a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében. 98 óta dolgozok villanyszerelésben villanyszerelőként. Általában épületvillamossági munkákat csinálok, azóta is, azóta se változott. És hát most arra érett meg az idő, hogy egyrészt szembe jött a lehetőség, másrészt meg magamnak presztízsből, illetve egy kis szakmai továbblépésből gondoltam, hogy kéne foglalkozni a mesterképzéssel, mestervizsgával. Illetve még annyi előzménye is volt a dolognak, hogy idén év elején a kamaránál én megcsináltam külön a szakoktató képzést, és ugye szervezőnkata ott említette, hogy ez egy nagyon jó belépő ide, hiszen ebből akkor már itt felmentésem lesz. Így a három modulból a pedagógia ezzel megvolt. A szakmai tárgyon túl vállalkozó ismereteket tanultunk még, ami egyébként szintén nagyon hasznos volt a szakmai képzéssel egyetemben. A szakmai részt pedig azért találtuk érdekesnek így valamennyien, mert hogy hát tanulunk pluszt mindenképpen ugye az eddigi napi gyakorlathoz képest, foglalkozunk vezérléssel, ami éppen most itt is látszik a táblán, amit kötünk össze. Egy motorvezérlést ugye be lehet kötni a hagyományos módon a mágnes kapcsolóknak a segédérintkezőivel, illetve külső elemekkel, időkapcsolókkal, ilyenekkel, illetve ezt meg lehet csinálni vezérléssel, PLC-vel, mint ahogy ez most itt történik. Azt gondolom egyébként, hogy ebben a PLC-s vezérlés dologban lesz fantázia hosszú távon, tehát ha másért nem, már ezért megérte ide eljönni. Úgyhogy hasznos volt, örülök neki. A mesteroklevél megszerzése fontos esemény egy villanyszerelő karrierjében, mondja a vizsgabizottság tagja. A Pécsi Kereskedelmi Iparkamara több éve szervez már folyamatosan mestervizsgákat. Általában a villanyszerelő mestervizsgák 2-3 évente kerülnek megrendezésre. Gyakorlatilag egy picit ketté kell bontani, ugye a villamosmérnökök, akik a Pollákon végeznek, Műszaki Egyetemen, ők ugye a szakmának az elméleti részét ismerik jobban, ott képviselik a csúcsot, viszont a szakmánál a kétkezi munkát végző emberek, akik hétköznap munkát végeznek, ott a mestervizsga adja tulajdonképpen a szakma csúcsát. Ilyenkor nyilvánvaló, hogy ugye a jó szakemberek közül is a legjobbak jönnek mestervizsgára, illetve akik valamilyen célt szeretnének elérni. Gondolok itt akár egy tanulóképzésre, tehát hogy a megszerzett tudást tovább szeretnék adni a következő generációnak, vagy egy olyan elismerést szeretnének a környezetükbe, amiből egy kicsit kitűnnek, mert egy mestervizsga az mindig is rangot, egy külön elismerést jelent. Tehát így van ez a napjainkban is, és hát nyilvánvaló, hogy mert a villanyszerelő szakma rendkívül tág, nagyon-nagyon széles, hát mindig lehet újdonságokkal találkozni, ilyen például itt ugye a vezetés is, amit a kollega az imént említett. 15-en jelentkeztek a mostani mesterképzésre, ez egy viszonylag jó számnak mondható. Általában ezt 8-10 fővel szokták indítani, tehát ennek a 15 főnek kifejezetten örülünk, ez egy nagyon szép szám. Alapjában véve jól felkészült a vizsgázóknak a döntő többsége. Elméleti és gyakorlati vizsgákat tettek a jelöltek, a sikeres vizsga után pedig mesteroklevelet szereztek. Vizsgáztak azok a jelöltek, akik szakmájuk legmagasabb elismerését szeretnék megszerezni. Ez a mesteroklevél, amiért 13 gázszerelő vállalta a felkészítő tanfolyamot, illetve az elméleti és gyakorlati megmérettetést. Jelenleg a gáz, mint energiahordozó, nagyban befolyásolja mindennapjainkat. A válság és a függetlenedésre biztató elképzelések ellenére is szükség van a földgázra, és ez így lesz még évekig, véli a vizsgabizottság elnöke. Hegeszti a gázcsövet a szakember, a Pécsi Iparkamara szervezte mestervizsgán. Olyan gázszerelők ők, akik már legalább 5 éve dolgoznak ebben a szakmában, most pedig megcélozták a mesterfokozat elérését. Tanulóképzéssel lassan 30 éve foglalkozunk családi vállalkozásunkban,
és édesapámnak ugye megvan a mestervizsgája, és ugye tudjam továbbvinni a céget, illetve a tanulóknak az oktatását, így ezért jelentkeztem is a mestervizsgára. És a jövőben tudjam én is ezt folytatni. A pedagógiai ismeretek az azt mondom, hogy az fontos volt, hogy ez egy plusz kiegészítés, mind tudásban, mind gyakorlatban, illetve nyilván ugye a vállalkozási ismeretek, az meg egy cégvezetésben kimondottan fontos. Én úgy gondolom, hogy maga a szakma sajnos nem elég kellendő. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó szakma, de még akik ezt is tanulják, nagyon kevesen maradnak a pályán. Illetve akik maradnak, azok sokan elmennek külföldre dolgozni. Tehát ahogy szerintem nagyon sok ágazat van itt is, nyilván ugye a szakmunkás hiány, ja, az biztos, hogy van, illetve azzal küzdünk mi is. Ezért fontos, hogy a tanulóknak a képzése, és a megfelelő képzése, tehát hogy megfelelő szakembereket képezzünk. Az építőipar az elmúlt pár évben, hogy szokták mondani, egy dübörög? Igen, van szerencsére munka bőven. Nyilván ez nem egy olyan munka, amit home office-ban el lehet végezni, tehát a horony nem fogja magát kivésni, meg a cső nem fogja magát megszerelni, de ez egy nagyon jó szakma. Érdemes ezt megtanulni. Ez hosszú távon szerteágazó, sok mindent lehet csinálni, úgyhogy érdemes megtanulni és ezzel foglalkozni. Mire figyelnek a vizsgán? Elsőként ezt kérdeztük a vizsgabizottság elnökétől. Először is a biztonságra, tehát hogy a vizsgán semmiféle baleset vagy ilyesmi ne forduljon elő. Ez a legelső, utána a szakmai felkészültség. Kérdése ugye az pontosan remekül felkészítettek a tanulók, pontosabban a vizsgázók. Már a felén a gyakorlati vizsgának túl vagyunk, még elméleti vizsga zajlik. Eddig nagyon jó eredményekkel tanúsították azt, hogy őket jól felkészítették, úgyhogy drukkolunk nekik is, hogy sikerüljön. Egyelőre az egyik felét láttam a csapatnak itt a gyakorlati teremben, ahol a készülékekről és azoknak ismeretéről tettek tanúbizonyságot, és a hegesztéssel már az egyik csapat kész van, úgyhogy most csere lesz, és folytatódik tovább a vizsga. Hál' Istennek itt az iskola nagyon jól helyt állt, úgyhogy minden olyan berendezés és szerszám anyag rendelkezésre áll, ami ahhoz kell, hogy innen olyan szerelők, olyan mester szerelők tudjanak kikerülni, akiket nyugodtan be lehet engedni az otthonokba, mert itt erről is szó van, hogy sajnos vannak olyanok, akik nem rendelkeznek papírokkal, itt pont ez a különbség fog megjelenni, hogy akik kapják ezt a mestervizsga levelet, ezek igazolni tudják azt, hogy ők ezen a vizsgán és egyébként a felkészítésen is részt vettek, sikeresen részt vettek. Igazából, hogyha valaki komolyan gondolja ezt a szakmát, és majd egyszer saját lábra áll, akkor ezek az információk rettentő jól fognak jönni, akár a vállalkozás ismeret, akár a pedagógia. Természetesen mindenkinek más és más a habitusa, de a tudás az mindig hatalom lesz, tehát minél több tudást megszerez, annál könnyebben fog elindulni a saját életpályáján. A mai energiaválságos időben a gázkérdés középpontban van. Gyakran halljuk, hogy függetleníteni kell magunkat ettől az energiahordozótól. Ez felveti a kérdést, hogy mi lehet a szakma jövője. Erről is kérdeztük az elnököt, aki szerint még egy jó ideig szükség lesz a földgázra a háztartásokban. Érdekes kérdés. Egyébként az ellátottsága Magyarországnak hál' Istennek most biztosított, ezzel nincs különösebb probléma. Nem is találom azt helyesnek, hogyha most mindenki hirtelen elektromosan kezdene el fűteni, ezt a hálózatunk nem nagyon bírná. Én a hibridben látom a megoldást, tehát az lenne jó, hogyha akár mondjuk hőszivattyú és gázkészülék együtt tudna működni. Átmeneti időben ugye lenne a hőszivattyú, és amikor tényleg hideg van és be kell durrantani keményebben, akkor a gázkészülék venni át a szerepét. Én ebben látom a jövőt, és még én szerintem van egy pár év kifutása a gáznak. 13 gázszerelő mesterjelölt vizsgázott elméletből és gyakorlatból Pécsen. Ők a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében felkészítő tanfolyamon majd mestervizsgán vettek részt. Mestervizsgáztak az autószerelők Pécsen. Heten végezték el a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében megtartott felkészítő tanfolyamot, és jelentkeztek az elméleti és gyakorlati megmérettetésre. Dolgozik az autószerelő mesterjelölt a motortérben. A gyakorlati vizsgát tartották csütörtökön a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében. Pécsi vagyok, Pécsre érkeztem. A családomnak, az édesapámnak 45 éve van Pécsen műhelye,
Az elsők között volt magánműhely Pécsen, sajnos elhalálozott, és úgy gondoltam, hogy nyomdokaiba lépek. Gyermekkorom óta tudtam, hogy én az autókkal szeretnék foglalkozni, úgyhogy én ott nőttem fel a műhelyben. Mindig is az autók között dolgoztam, és avokkal foglalkoztam. A mesteroklevél egyelőre nyilván a szakemberképzésben próbálunk részt venni, és a javít minőségi oktatást erősítünk. Legalább 5 éves tapasztalattal érkeztek a mesterjelöltek a tanfolyamra. Azokat a szakmai dolgokat vették át, amikkel nem találkoznak minden nap, mondta a felkészítő tanáruk. Arra hegyeztük ki a dolgokat, hogy olyan dolgokkal foglalkozzunk, amelyekre úgy mértük fel, hogy talán azért szükségük van, ez inkább a villamosság meg az elektronika. A képzésnek a nagy részét ennek a területnek szenteltük, a többiben inkább csak ismételtünk. Tapasztalataim szerint jól felkészültek, a munka mellett tették a dolgukat a fiúk. Én nem félek attól, hogy nem fog nekik sikerülni. Ezeket az oktatási célra használható mesterremekeket is a jelöltek készítették. Ez kapcsolódik a vizsgához, ugyanis az elméleti része egy szakdolgozat, amit ki lehet váltani, tudtuk meg a vizsgabizottság elnökétől. Ez a szakdolgozat egy 40 oldalas dolgozat, egy kiválasztott témáról, amik közül lehetett választani meg azok témák közül, viszont ki lehetett váltani egy mesterremekkel. Ez a mesterremek ráadásul oktatási célra szolgál. Én magam is tanárember vagyok egy kaposvári ipari középiskolában, és ennek megfelelően tudom azt, hogy nagy szükség van erre. Ezek az oktatási célú eszközök nagyon sok esetben nagyon sokba kerülnek, ezek a mesterjelöltek viszont felajánlhatták ezeket az eszközöket a kamarának, és a kamara pedig valószínűleg oda fog adni az iskolának. Az autószerelő mesterjelöltek közül 7 végezték el a felkészítő tanfolyamot, és jelentkeztek vizsgára. Eredetileg 8 voltak, de egészségi okok miatt egyikük nem vállalta a képzést. A sikeresen vizsgázók november 25-én kaphatják meg mesteroklevelüket. Mestereket avattak a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában. 4 szakmában összesen 39-en kapták meg oklevelüket. Ők ezzel a legmagasabb szakmai végzettséget szerezték meg, ami előnyt jelent további pályafutásukban. Mester okleveleket adtak át a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában november 25-én. A legtöbben mostani, sikeres vizsgájuk után kapták meg ezt az oklevelet, de volt, aki már évtizedek óta dolgozik szakmájában mesterként. Nekik ebből az alkalomból adtak át elismeréseket. Ez egy folyamatosságnak a következménye, és azért még a nehéz gazdasági helyzetben is, a Covid alatt is, a mester képzések folyamatosan mentek, sőt a mestervizsga is, és hát a mesteroklevelek is elkészültek, és átlettek adva ünnepélyesen, tehát meg tudtuk oldani. És fontosnak tartanám, hogy a minőségi változást a mesterképzésekben gyakorlatilag az az oktatógárda, aki felkészítik őket, azok most mintha komolyabban, nagyobb tudással, nagyobb energia ráfordítással végzik, és ez meg is látszik majd a mestereken is, hogy ők is jobb felkészültséggel jönnek. Azt is hozzá kell tenni, ugye, hogy ők most felnőttek. Ők már dolgoznak, komoly emberek, és saját akaratukból jönnek. Tehát a továbbképzés, az önképzés, azt ők fontosnak tartják, és mivel nincsenek olyan képző, önképző tanfolyamok, amiken igazából részt tudnának venni, ezt én egy komoly lépcsőfok arra, hogy az önképzés is legyen, hát és a mesterstársadalom példaképei legyenek, mert azért ők dolgoznak, és az új technológiákat tudják követni, az új gazdasági szemléleteket, valamint én úgy gondolom, hogy a megélhetésükben is úgy érzik, hogy hosszú távú gondolkodásban ez elengedhetetlen. Gulácsi János neve nem csak itthon, de az ország határokon kívül is jól cseng. 400 templomban működnek az általa kifejlesztett szerkezetek. Európában ő épített először kvarcórát templomtoronyba. Ő aranykoszorús mester címet kapott. 64-ben kaptam a mesterlevelet. Akkor én voltam a városban a legfiatalabb, aki mesterlevéllel rendelkezett, és utána most meg kiderült, hogy én vagyok a legöregebb, aki még gyakorol, illetve még gyakorolja a szakmát. Ugyanis hát én még
A nyugdíj után én nem hagytam abba, és még ma is járom. Még 1000 kilométereket megyek egy héten. És most tegnap is a Tiszaparton voltunk, ott végigjártunk néhány tornyot, és hát ezt tart életbe, hogy amíg nem voltam nyugdíjas, addig 8-10 órákat dolgoztam, most reggeltől estig, ameddig bírom. Sziklay Dénben hajnalka fodrászmestert az eltelt másfél évtizedben végzett tevékenység elismeréseként bronzkoszorús mester címmel tüntették ki. Óriási megtiszteltetés ez minden szakmában, de ugye ez a fodrász szakmának is egy fantasztikus elismerése. Ugye ez a bronzkoszorús mesteri díj, ez a szakmában mestercím után eltöltött 10 év, és egy csomó mindennek meg kell felelni, tanulóképzés, hogy azt milyen minőségben tesszük, és egy csomó mindent, amit tudunk vállalni. És hát ez egy nagyon különleges dolog szerintem minden ember életében, ami egy nívót, egy újabb mérföldkövet jelent. És hát annak idején, hogy nem is annyira akartam én fodrász lenni, azért nagyon hálás vagyok az én mesteremnek, az ő az anyósom volt, aki ezen a pályán elindított, és egy gyönyörű dolog, mert rengeteget tudunk adni az embereknek, és hát a nőknek, főleg legjobban inkább hölgyeket szoktam szépíteni, és nagyon-nagyon sokat teszünk hozzá mindennapjaikhoz. Egy mester cím mögött nagyon sok minden van. Ők a hétköznapokban a szakmai tudás csúcsát képviselik, mondta a most végzett gázfogyasztó berendezés és csőhálózatszerelők vizsgabizottságának tagja. A megfelelő szakmai tudás, tapasztalat, ugye a minimális 5 éves szakmai gyakorlat is szükséges, de ennél sokkal többet jelent a mester véleményem szerint. Nyilván itt már tanulókkal tudnak foglalkozni a szakma mesterjei nem véletlenül, és ezt gyakorlatilag folyamatosan fogják fejleszteni a technológia, ami szakmánkban amúgy is ilyen, hogy folyamatosan változik, úgyhogy én úgy gondolom, hogy nagyon innovatív és módszeresen tudnak készülni. Szerintem mindenki most is a teremben olyan végignéztem, mindegyik a nagy részeivel korábban is találkoztam már szakmában. Én úgy gondolom, hogy vannak köztük fiatalok, akik második, harmadik generációs szakmából besterek, tehát a szüleik, nagyszüleik is ilyenek voltak. Úgy gondolom, hogy ez a nagyon jó hagyomány és hagyományteremtő is, úgyhogy ezt szerintem nagy mértékben erősíteni fogják a mester szakma képviselőit. Az oklevelek átadása után a frissen mesterré avatott szakemberek nevében Major Pomozi Barbara mondott beszédet, aki kereskedőként kapta meg a mester címet. A képzés, én azt gondolom, hogy nagyon jól össze volt szervezve, nagyon sok hasznos információt kaptunk, akár szakmai, akár olyan dolgokról, amiről eddig nem is gondoltuk, hogy szükségünk lehet akármelyik szakmához. Mindegyik témakörben, mindegyik tantárgyban volt olyan, ami valaki számára biztos, hogy újdonság, illetve érdekesség volt. Én azt gondolom, hogy mindannyian találtunk olyat, amit addig nem tudtunk. A jó kereskedő az, aki szereti a szakmáját, aki szereti a vásárlókat, aki élvezi azt, amit csinál. November 25-én 39 mester, autószerelő, gázfogyasztó berendezés és csőhálózatszerelő, kereskedő, villanyszerelő vehette át a szakma tudásának legmagasabb elismerését is jelentő mesteroklevelet. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara jövőre folytatja a mestervizsga felkészítő tanfolyamok szervezését. Ezekről további információt a helyi iparkamarában kaphatnak az érdeklődők. Megéri szakmát tanulni, hiszen biztos megélhetést ad, ráadásul előnyt jelent azoknak a fiataloknak, akik a felsőoktatásban szeretnének tanulni, mondta a Hova tovább pályaválasztási rendezvényen a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára. A szakmai gyakorlati ismeretek megszerzésére már az egyetemeken is van lehetőség. Azok pedig, akik majd később szeretnének tovább tanulni, szakmai végzettséggel előnnyel tehetik meg. Megtelt a pécsi Nagy Lajos gimnázium tornaterme, középiskolások ismerkedtek itt azokkal a felsőoktatási intézményekkel, ahol tovább tanulhatnak az érettségi után. Ebben a részben pedig azokkal a cégekkel, iskolákkal, ahol a szakmatanulásban nyújtanak segítséget. Ma már az egyetem mellett sem lehetetlen a gyakorlati szakmai tudás megszerzése a duális képzésben, mondta a megnyitón a helyi iparkamara titkára. Vagyis mikor az elméleti tudás mellett gyakorlati tudásra is szert tesznek a cégeknél. Mi azt gondoljuk, és a kamara nem csak, hogy munkát, aktivitást, erőfeszítést, pénzt tesz ebbe, de hiszünk is benne, hogy a duális képzés, amikor a hallgató, a fiatal, a középiskolás gyerek az iskolában és a cégnél az idejét megosztva tanul, az a leghasznosabb módja annak, hogy valaki egy szakmát elsajátítson. Csak az építőiparra gondolunk, szerkesztő úr, akkor ugye azt látjuk, hogy
hogyha keresünk egy építőiparban járatos jó szakembert, akkor most már lassan, mint az orvosoknál éves várakozási idők vannak. Amikor elvégzi a munkát és benyújtja a számlát, akkor pedig jön a hanyattesés, hogy mi történik. Ezzel azt akarom mondani, hogy szakmát tanulni nem csak hivatástudatból vagy szerelemből érdemes, hanem hogyha valaki az egzisztenciáját akarja építeni, akkor ma Magyarországon a szakmából meg lehet élni. És úgy meg lehet élni, hogy jönnek vissza. Persze kétirányú a folyamat, mennek el, de nagyon sokan jönnek vissza, mert távol vannak a családtól. Tehát elment Nyugat-Európába, asztalos, burkoló, kőműves, hegesztő, lakatos, forgácsoló, PLC-s, mondhatjuk a szakmákban, elkezdtek visszajönni, mert Magyarországon is olyan mértékben emelkedik a fizetés, hogy megéri lassan a családdal együtt itthon dolgozni. Úgyhogy nekünk ez az üzenetünk, hogy bárki, akit nem vesznek fel az egyetemre, vagy hogyha az egyetemi tanulmányai mellett van ideje, módja, akkor válasszon szakképzést, tanuljon egy szakmát. És ugye két szakmát ingyen meg lehet tanulni ma Magyarországon. Tehát valaki beül az iskolapadba, úgyis élethosszígtartó tanulás van, és ugye ezek nem üres szavak, akkor válasszon. Válasszon egy szoftverest, meg válasszon valamit, amit a kezével kell csinálni. A középfokú szakképzésben a duális képzés az egy évtizedes hagyomány, és ugye a felsőoktatásban is bevezetésre került, Pécsen is a műszaki karon, most már a közgázon, egész jó számokkal, nagyon jó cégekkel, tehát az egyetemen tanuló fiatalok is, ha a duális képzésre jelentkezik, akkor tanulja az elméletet az egyetemi padokban felkészült professzoroktól, és utána ezt a tudást fogja elsajátítani konkrétan, gyakorlatban, egy valós céges körülményes szituációban. Ez azt jelenti, hogy mondjuk egy gépészmérnök, az bele fog látni a PLC programozásba. A cégnél lehet, hogy hegeszteni is fog. Ha más nem, akkor legalább a gyakorlat, hogy tudja, hogy egy méter varratot milyen nehéz egyenes varratot létrehozni. Úgyhogy az egyetemi felsőoktatásban is létezik a duális képzés. Érdemes szakmát tanulni akkor is, ha nem azonnal megy valaki a felsőoktatásba. A szakmai oklevél megszerzése később jól jöhet a továbbtanulásnál, hiszen pluszpontokat jelent a felvételin, így növelve a fiatal szakemberek esélyeit. Ebből is látszik, hogy már nem igaz az a kijelentés, hogy a szakmatanulásból nem vezet út a felsőoktatásba, sőt a szakmai végzettség kifejezett előnyt jelent, mondják az iparkamaránál. Ezt az üzenetet szeretnék átadni a pályaválasztási rendezvényeken is a középiskolásoknak. Milyen hatékony módszerek vannak a munkahelyi stressz kezelésére, kikre hat a legjobban ez az állapot? Mit jelent a stressz a cégek hatékonyságában? Ezeket a kérdéseket járták körül a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Humán Klubjának novemberi rendezvényén. A munkahelyi stresszről szólt a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Humán Klubjának novemberi rendezvénye. Itt az előadók beszéltek arról, hogyan oldhatják a munkahelyeken a stressz okozta helyzetet, ami kihat a hatékonyságra is. A téma a stresszkezelés, az, hogy ez a mindennapjainkban hogyan jelentkezik, mennyire zavar minket a mindennapi ténykedésünkben, akár vezetőként, akár munkatársként, elsősorban munkahelyi környezetben. Arra gondoltunk, az inspirált minket, hogy a mai világban nagyon-nagyon sokat lehet arról hallani, hogy válság van, recesszió van, krízishelyzet van, és ennek arról az oldaláról, ami úgymond a fizikai, tehát hogy hogyan tudjuk a rezsi csökkenteni, hogyan tudjuk az üzleti működésünket mondjuk úgy alakítani, hogy gazdaságosabb legyen, hogy hatékonyabban tudjunk működni, viszont szerintem kevés szó esik az emberi részéről, arról, hogy mi ezt a szituációt mentálisan hogyan tudjuk feldolgozni, mit tudunk ezzel kezdeni, és hogyan tudjuk túlélni egyáltalán. Ugye ezzel kapcsolatban arra gondoltunk, hogy összegyűjtünk egy csokorra való módszertant, illetve megkérdezzük azokat az elsősorban vezetőket, akikkel mi is dolgozunk együtt, illetve akikkel mi is mindennapjainkban találkozunk, hogy ők hogy élik meg ezeket a stressz szituációkat, nekik milyen technikájuk, módszereik vannak erre, hogy ezeket kezeljék, leküzdjék, és erről egy kerekasztal beszélgetést
hallhatnak a résztvevők, illetve később majd megnyitjuk, és akkor mindenki elmondhatja ezzel kapcsolatos tapasztalatait, gondolatait. Egyértelműen elmondhatom, hogy nagyon rontja a munkahatékonyságot, nagyon rontja a fókuszálást, rontja azt a minőséget, ahogyan a munkánkat el tudjuk végezni, és ez nyilván minden szinten. Tehát ez a fizikai dolgozók szintjén is meg tud jelenni, de a vezetők szintjén még inkább. A vezetők, vagy az úgynevezett fehér gallérosok szintjén talán még fontosabb azt a fókuszálást, amit megkíván mondjuk egy vezetői munka, ezt nem tudják olyan hatékonyan megtenni az ilyen stresszes szituációkban. Nagyon sokszor kiégéshez vezet ez a helyzet, tehát akár egy tartós egészségkárosodást is lehet kapni ettől, vagy egy tartós depressziós állapotba lehet kerülni. Tehát mindenképpen nagyon káros. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában közel 50 cég vállalkozás képviselője volt jelen a Humán Klub novemberi rendezvényén. Gazdasági magazinunkat látták, mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!